6 éve dolgozom a Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézetben, ezeket az éveket a struktúrák limeszei kutatócsoportban töltöttem, és idén ősztől a hálózatok dinamikája újonnan alakult kutatócsoportba kerültem át, ezzel párhuzamosan pedig az Eötvös Loránd Tudományegyetemen tanítok. A doktori iskolában a véletlen gráfok közül olyan fajta gráfokkal, hálózatokkal foglalkoztam, amik fokozatosan alakulnak ki az időben, egyre újabb és újabb csúcsokat veszünk a gráfhoz, úgyhogy a több szomszéddal rendelkező csúcsok nagyobb valószínűséggel kapnak új éleket. Ebben azt vizsgáltuk többek között, hogy a gráfnak csak egy kis részét megvizsgálva, hogyan tudunk az egésznek a szerkezetére következtetéseket levonni. A doktori befejezésekor pedig volt szerencsém találkozni Szegedi Balázzsal, aki akkor költözött haza Torontóból, és szintén véletlen gráfokkal kapcsolatos témája volt, amire érdeklődőt keresett, így kezdtünk együtt dolgozni. A Rényi Intézetben az utóbbi években az egyik legfontosabb munka számomra az a véletlen gráfoknak a saját vektoraival kapcsolatos munka volt. A nagyméretű valós hálózatokkal kapcsolatban is egy természetes módon felmerülő kérdés, hogyha a gráfot csak mint óriási adathalmazt látjuk, akkor hogyan tudjuk ennek a szerkezetét olyan értelemben megvizsgálni, hogy sűrűbb csoportokat találjunk, illetve akár hogyan tudjuk ezt a hálózatot lerajzolni úgy a síkra, hogy ez minél átláthatóbb legyen. És a gráfoknak a saját vektorai azok az egyik fajta objektumok, amiket ebből a gyakorlati célból is használnak. Mi olyan fajta véletlen gráfokkal foglalkoztunk, ahol minden csúcsnak pontosan három szomszédja van, és azt próbáltuk megérteni, hogy az ezekhez tartozó saját vektorok, ez a bizonyos szabályokat teljesítő függvények a csúcsokon, ezek hogyan viselkednek. 2015-ben a Rényiben töltött két teljes állású év után úgy határoztam, hogy az ELTE-n újra teljes állásban oktatok. Ezzel az egyik fő célom pontosan az volt, hogy a Rényi Intézetben megtanultakat nem is csak az órákon, hanem témavezetés, aztán később PhD témavezetés keretében valamilyen formában tovább adjam. Az idei évben indul a Rényi Intézetben a Dinamikus Hálózatok kutatócsoport, ami egy nagyobb nemzetközi együttműködéseken alapuló Európai Unió által támogatott projektnek a része, és ennek a projektnek az egyik fő célkitűzése az, hogy azokat az elméleti eredményeket, amiket mi az utóbbi években felhalmoztunk, azokat az alkalmazásokhoz is közelebb vigyük. Ugye a nagyméretű hálózatok kutatásának számos gyakorlati alkalmazási lehetősége van biológiai hálózatokban, informatikai hálózatokban például, és itt a fő cél az az, hogy az elméleti és a gyakorlati tudás összekapcsolódhasson. A most induló Európai Unió által is támogatott Szinergia projektben részt vesz többek között Barabási Albert László, aki részben Bostonban dolgozik. Ezen kívül Jaroslav Nesetril, aki a Prágai Károly Egyetemnek a kutatója, de például van olyan, aki most alapít egy kutatócsoportot a Chicagói Egyetemen, és ő is ennek az együttműködésnek a tagja. A nemzetközi együttműködéseken is alapuló projektnek a hazai ágának a vezetője Lovász László, aki az elmúlt évtizedekben ugye rengeteget dolgozott azon, hogy a Magyarországon a kombinatorika, gráfelmélet, véletlen gráfok elméletében minél többen dolgozzanak. Ennek a tulajdonképpen több évtizedes munkának is az eredménye, hogy Magyarország és a Rényi Intézet ebben az együttműködésben részt tud venni. Mindig érdekes, hogy a más tudományterületeken, például a fizikában, vagy akár szociológiában dolgozók hogyan látják ugyanazokat a kérdéseket, milyen problémákat tartanak érdekesnek. Ilyenkor az egyik legnagyobb közös kihívás számunkra az az szokott lenni, hogy egyáltalán megértsük egymás kérdéseit, vagyis hogy az általuk megfogalmazott problémafelvetésekhez matematikai megfogalmazást tudjunk találni, amin aztán tudunk akár velük együtt gondolkodni. Szabad időmben mostanában egyre többet szoktam barátokkal kirándulni, főleg Budapesthez közeli erdőkben, illetve sokat olvasok, és az utóbbi években nem csak a
kortárs, részben magyar, részben európai-amerikai szépirodalomból olvasok magyar nyelven, hanem a középiskolából megszerzett francia tudást is igyekeztem újra feleleveníteni, és így francia nyelven is szoktam szépirodalmat olvasni.